Sziasztok! A mai napon is szintén megnézzük a kártyákat, méghozzá elhoztam nektek a Zaran Magic Lenormand kártyákat, és nézzünk, nagyon szépek, ugye? Nézzünk bele, mit üzennek nektek, de valójában először mielőtt kezdjük, hogy tudjátok, hogy Vénusz Trigon Jupiter nap van, és a szerelem és a kapcsolat napja. Koncentráljatok, mit kell, hogy tudjatok erről a párotoktól, szerelmetektől, erről az emberről, erről a lélektársról. Hát most, hogy lélektárs, vagy ikerlang, vagy szerelem, vagy az a lélek, akivel úgy gondolod, hogy kötődsz hozzá, hogy érzel valamit, mellékes. Mindenki, aki ezt a videót nézi, és szerelmes, annak ez biztos megfelel. Mint ahogy látod, arról van a szó, a hűség, itt játszik egy szerepet. A szerencse az lenne, hogy hű legyen a lelke a tiédhez. Ez lenne a megoldás, de fél ettől, vagy hű legyen a lelke saját magához, de lehet, hogy te is félsz ettől, és ez kell, hogy meggyógyítsd a félelmet, hogy megérkezzél önmagadnál, úgy látom, hogy megérkezzél, és azt látom tényleg, hogy itt van még közöttetek a... Hogy fejezzem ki magamat? Itt van még közöttetek a... itt van még közöttetek az, hogy szóval vonzódtok egymás után, vágyatok van, szeretnétek egy új kezdetet, ez teljesen erőt adna nektek, és én azt látom tényleg, hogy ez a energetikusan nagyon vonzódtok egymáshoz, és azt látom tényleg, hogy ebből lehetne is valami, de el kell, hogy engedjétek aztat, hogy megbánthat, sérelem érhet titeket, és azt is látom tényleg, hogy itt van közöttetek, hogy valamit kell, hogy transformáljatok, mert ez nagyon nehéz, ez nem tesz jót nektek, és itt vannak a zegerek, az mindig a blokkot jelenti, és a honvágy is itt van veletek. No, ezt lejjebb kell, hogy lássátok. Jó lesz így? Igen? No, rakjuk ki a kártyákat, 4x a 9-est, és akkor most megnézzük, hogy mi van evel a te emberkéddel, vagy evel a szerelmeddel, a drágáddal, a kincseddel. Nézzünk csak bele a drágád, a kincsed, a szerelmed. Nézzünk bele a drágád, a kincsed, a szerelmed. Nézd, a beteljesül itt valami, úgy kezdődik ez az egész. Hűhaj! A hetes, a kígyó. Hú, a kihívás. Nem csak a kihívás, hanem... igen. Hát ez egy ilyen kis... milyen energiának is fejezzem ezt ki? Nem tudom. Szóval, mint ahogy látjátok, 2, 4, 6, 7, 8... Kilenc, 4x a 9-et rakjuk ki. Na, itt van a szív, herceged, nézd, most nézzük, mit látunk. Ó, nézd, egészen a karmába nézd bele, és hát ez érdekes lesz azért, és most megnézzük ezt, ez nagyon érdekes fog lenni. Megnézzük. Na, nézzük, hová nézel. Hová nézel? Hová nézel? Hová nézel?
Na nézzük. Ez ám igen. Mit látunk itten? Mit látunk itten, drágáim? Na most, hogy minden benne legyen a képbe, hogy mindent tudjatok látni. Szóval, mint ahogy látjátok, ti a félelemben néztek, valami meg kell, hogy gyógyuljon. Nagyon nagy vonzó energiát éreztek lehet, és úgy érzitek, hogy ez vonz tégetetek annyira, és most tényleg itten nem tudtok megszabadulni ettől az energiát, és annyira ez a félelem is bennetek van, de itt a hűség is, és meg kell, hogy találjátok tényleg a nyitját, hogy tudjátok ezt a szerencsét megélni, hogy tudjátok ezt a komoly kapcsolatot megélni, és azt látom, hogy itt van tényleg az erő még a háttérben. Mit látok itten még valójában? Azt látom tényleg, hogy ő a karmába néz bele teljesen, és azt látom tényleg, hogy valamit üzenni fog neked, így nagyon meg van indulva, vagy ír egy szerelmes levelet, vagy van valamilyen romantikai érzés, és tudja, hogy választania kell, hogy most a nyilvánosságot válassza, vagy a lelket. Ez most, hogy az egót válassza, vagy a lelket, úgy gondolom, hogy játszik itt egy szerepet. És a mai napon ez nagyon feljön, mert ma tényleg a Vénusz trigon Jupiterrel van, és ez tényleg a szerelem és a kapcsolatoknak a napja. És ezt tudjátok ti is serkenteni a mai napon, hangolódjatok erre az energiára rá. Nálatok mit látom? Hát nálatok is egy stagnáló energiát látok. Azt látom itten, hogy hát az egérkék rágcsálnak itten körülötted, és azt látom tényleg, hogy féltek attól, hogy megsérültök, valamit el kell, hogy engedjetek, transformáljatok. Én úgy látom tényleg, hogy itt van még közöttetek ez a vonzó energia, és tényleg azt kell, hogy ezt a sérelmeket elengedjétek, és azt kell tényleg, hogy ebből még lehet valami, létrejöhet valami, és azt látom tényleg még, hogy itt van valami vonzó energia közöttetek, és azt látom, hogy vágy is van neked, vágysz te őre, és itt van egy új kezdet. Mit látok én a te szívhercegednél? Hát ő neki, hogy beteljesüljön ez te veled, ez még egy nagyon nagy blokk van itt közöttetek, te vagy neki a valódi kihívás, a titokban, amit titokban tart, te vagy neki a kihívás. De miért tart titokban? Mert nagyon beegózik itten, én úgy látom, és a felismerés annak kell, hogy megszülessen, mint hogy lát a felismerés a gondolatába, hogy mit is tilt ő be magának, és fellobban itt a szenvedély közöttetek. És mit látok itt még valójában, hogy a csillagok is tégedet, vagy őtet vezetni fogják felét. Nálad úgy látom, te is azon gondolkodsz, hogy hogy is döntsél, és azt látom tényleg, hogy itt van valami csalódás, és azt látom tényleg a nyilvánosság is játszik itt egy szerepet, és valamit el kell, hogy transformáljatok, és azt látom tényleg, hogy hát ő is nagyon sokat gondol erre, a szerencsére vágyik veled kapcsolatosan, hát ezt egy az egyben, mindenki a szerencsét szeretné. Most körülötted azt az energiát, ha megnézzük, úgy látom, hogy te döntés előtt állsz, te is, hogy most egót választasz, te is, vagy megengeded tényleg a lelked mélyén, amit érzel, a félelem meg az erő, a tehetetlenség és a teremtő energia például. Azt kell itt valamit, hogy eltranszformálja. Ő nála itt a komoly kapcsolat a szerencsével, csak a karma az, ami nagyon nehéz, amit át kell, hogy lépjen, és akkor beteljesül ez közöttetek. Nézzetek szintén újra fel a csatornámra, a mai napon jön egy coaching videó nektek, méghozzá most a címét nem is tudom, de megnézem nektek a címét, hogy is hívják.
Pillanat. Hogy hívják ezt a coaching videót? Négy tipp boldog a szerelemben. Hogy leszel boldog a szerelemben, nézzél bele, és készíteni fogok nektek szintén egy videót, ahol megtanuljátok a kötéseket feloldani, ami nem egészségesek, hogyha kötődtök egy lélekhez, ami nem egészséges, arról is lesz egy videó, kövessetek, iratkozzatok fel a csatornára, nagyon sok szeretettel várlak benneteket, köszönöm szintén, tegnap este ilyen sokan részt vettetek, sziasztok, legyen csoda szép napotok!